Január 31-én vált nyilvánossá az új nemzeti alaptanterv, amelyet szeptembertől kell használni az oktatásban. Több módosítást is tartalmaz a jelenleg hatályban lévő nathoz képest. A 2012-ben elfogadotthoz hasonlítva ez nagyobb mozgásteret biztosít az iskoláknak, mondta a köznevelésért felelős államtitkár Szerdán. Véleménye szerint vállaltan hazafias, gyerekközpontú és 21. századi a kidolgozott tanterv. A változások többek között érintik az idegen nyelvek oktatását is. Új fogalmakat vezetnek be szeptembertől, az élő és a klasszikus nyelv elnevezést. Maga a nyelvoktatás pedig kommunikáció alapú lesz a következő tanévtől. Az új NAT nagyobb hangsúlyt fektet a képességek fejlesztésére és az egyéni fejlődési lehetőségekre. A törvény értelmében az oktatásért felelős minisztérium által létrehozott testület öt évente értékeli az általuk létrehozott óvodai nevelés alapprogramját és a nemzeti alaptantervet, illetve az alkalmazásukkal kapcsolatos tapasztalatokat. Ezek alapján kell jelezni a kormány felé, hogy milyen módosításokra van szükség, közölte a pedagógusok szakszervezetének megyei elnöke 35 perc című műsorunkban az, hogy tartalmában újja a NAT, számunkra ez azért nagyon kérdéses, mert hogyha meg kell újulni egy ilyen nemzeti laptanternek, akkor igazából egy szélesebb körű vitát kellene kezdeményezni pont azokkal az emberekkel, akik ugye ebben részt illetve napi szinten oktatják, ismerik esetlegesen a megújulásnak a szükségességét. Tehát valójában az ő véleményünknek a kikérése, egy szélesebb körű társadalmi vita, ez megelőzhette volna tulajdonképpen ezt a 20 e ugye bevezetését Ugye annó annak idején 2018-ban ugye készült már egy nemzeti alaptanterv, amit ugye annak a bevezetését ugye elnapolták. Tulajdonképpen ott is ugye a, a szakszervezetünk több ö, tagunknak a véleményét, illetve az oktatásban dolgozók véleményét kikérve, ö, több száz vélemény alapján ö, ugye kezdeményezte ennek a, az akkori ugye napnak a bevezetésének az elhalasztását. Ö, tehát mi megpróbálunk igazából ö, egy előremutató, ugye konstruktív javaslatokkal élve ugye segíteni azt a fajta munkát, ami ennek a bevezetését szükségesnek tartotta volna. Korábban már jelezték a szakemberek, hogy szükséges a tananyag mérséklése, mert nem csak az oktatásban dolgozók, hanem a diákok leterheltsége is magas. Az új nemzeti alaptanterv meghatározza például a diákok maximális óraszámát is. Ez alsóban először 24, majd fokozatos emelkedés mellett 9 és 12. évfolyam között legfeljebb 34-re emelkedhet. Utóbbi egyébként 36 órában van maximalizálva jelenleg, tette hozzá Fülöp Attila, aki szerint minőségbeli változásra lenne szükség. Ami ugye problémát jelenthet, az a az egyes tantárgyakban az átadandó tudásmennyiségnek a meghatározása, hiszen uh, ugye tulajdonképpen nekünk egy uh, mennyiségi ugye, szabályozásból egyfajta minőségi szabályozásba kellene átmenjünk az oktatás terén. Uh, ugye ezt támasztják alá egyébként a korábbi ugye, az eredményei is. Ugye az a fajta ideológiai vita, ami mondjuk a magyar uh, nyelv és irodalom oktatás terén ugye, kialakult, ez igazából azt gondoljuk, hogy ez csak egy ilyen áll álca, uh, mert hogy tulajdonképpen ezeknek a méréseknek a, az eredményei, uh, ugye, mit ugye nemzetközi szinten végrehajtanak, ugye hogy a jelenleg az oktatásunkban lévő ugye, fiataloknak inkább a szövegértés, és értő olvasás jelent leginkább problémát, és ugye kérdezzük azt, hogy ténylegesen ez az új nagy amit ugye bevezetnének ugye most 2020-ban, szeptemberében, vajon mennyire felel meg ugye ezeknek a kompetenciáknak, illetve ezeknek az elvárásoknak, hiszen a társadalomban ugye a gazdasági szereplők is tulajdonképpen azt várják el az innen kikerülő ugye friss munkába állóktól, hogy próbálják meg a társadalomban is ugye úgy megállni a helyüket, ami igazából számukra egy előny, illetve hasznos lehet. A pedagógusok szakszervezete február 15-ére egy vita fórumot hirdetett, ahol Hajnal Gabriella, a Klebersberg központ elnöke és egyben a NAT megújításáért felelős miniszteri biztos lesz a vendég, aki korábban úgy nyilatkozott, volt társadalmi egyeztetés az alaptanterv tartalmáról. Az MTA kutató professzora Csépe Valéria nevével fémjelzett. 2018-as munka anyagra közel ezer vélemény érkezett, amit később próbáltak beépíteni ebbe, amelyre nagymértékben épül az új nemzeti alaptanterv. Hajnal Gabriella azt is közölte, hogy akik a magyar nyelv és irodalom tartalma miatt emeltek szót, várják meg, amíg megjelennek az alaptantervre épülő kelettantervek. Azokban ugyanis sok olyan tétel szerepel, amit hiányként ítéltek meg a pedagógusok. Gugusok.